Major Veronika számára eddig nem a legszerencsésebben alakult a 2023-as év. Idén a 10 méteres Európa-bajnokságon és az Európa-játékokon is épp hogy lemaradt az olimpiai kvótáról. Majd a bakui világbajnokságon 25 méteren 21. lett. Előtte pedig 10 méteren kevesebb belső tízessel maradt csak le a 8-as döntőről. A motivációja szerencsére így is a régi. Nekem szerencsém van, mert nagyon nagy a belső motivációm, és az hajt, hogy én azért vagyok itt, mert én ezt szeretem. Ha nem szeretném, akkor utálattal kelnék fel minden reggel, és úgy jönnék be a lőtérre, hogy miért kell nekem már ezt megint csinálni. Viszont imádom, szeretem, és ezért mindig megvan a belső motivációm. Hogyha egy icipicit is visszaesik a motivációm, akkor a párom ott van, és elmondja, hogy figyelj, te ezt azért csinálod, mert szereted. Veronika szeret kockáztatni, de nem a versenyeken. Versenyen mindig a biztosra megyek. Azt gondolom, hogy másképp nem lehet. Tehát nem lehet az, hogy majd így ellövöm, és az majd úgy is bemegy a tízesbe, mert úgyse fog bemenni a tízesbe, és inkább legyen egy lerakott, de újra kezdett jó lövés, mint egy kit érdekel, milyen lesz, majd úgy is lesz valahogy lövés. Az élet más területein viszont azt gondolom, hogy kockázat nélkül nincs nyereség, úgyhogy ott szeretek kicsit bátrabb lenni. A kikapcsolással, illetve a kikapcsolódással nincs problémája a keszthelyi kiválóságnak. Nekem van egy olyan képességem, hogy néha nem gondolok semmire, és ez a lövészet vagy verseny közben is néha egy kicsit ki tudja kapcsolni az agyamat, kicsit tudja pihentetni. Otthon pedig nagyon szeretek például sütni, főzni, kirándulni, családommal lenni, úgyhogy nekem ők a kikapcsolódás. A nyugodt lelki állapot megőrzése versenyen a legfontosabb. Egy jó, ideális verseny során nincsenek zavaró tényezők. Természetesen nem minden verseny egyforma, nem lehet mindig az, hogy elkap a flow és végig tökéletes minden, mert néha küzdeni kell akár zavaró gondolatokkal, akár környezeti tényezőkkel, hideg van, meleg van, fúj a szél, bogarak vesznek körül, főleg itt a 25 méteren, vagy nehogy Isten pókok, úgyhogy ezekkel meg kell küzdeni, és meg kell tanulni kizárni őket. 100%-ban nem lehet, de hogyha arra koncentrálok, amit csinálok, akkor azért megy.